Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kedvem már ma 19-e, már 19-e reggel. Nem fagyott, mert felhős az ég. Tartottam tőle, hogy fagyni fog, mert tegnap este teli hold volt, és még óriás volt ráadásul, hatalmas nagy volt a hold itt este. Úgy mondom, hogy reggel odaver a fag rendesen. De befelhősödött és nem fagyott, sőt megenyhült egy olyan 6 fokval pluszban, az ablak sem sincs lefagyva, amit látszik. Néhány kérdésre reagálni, vagy néhány dolgokra azért reagálni az utóbbi napok történési kapcsolatban, vagy amiket ide tettem. Tegnap hallottam egy nagyon érdekes report műsort, már nem tudom, rá YouTube-on valahol, erről a NATO-féle nyomulásról. És ott mondta az egyik ilyen külügyi szakértő, hogy a NATO keleti bővítésének a megállításának, tehát hogy a NATO keletre ne bővítse támaszpontjai számát, annak az volt a feltétele, hogy az oroszok belemenjenek annak idején Németország újra egyesítésébe. Ez tök érdekes aspektus szerintem, mert ugye a politikában valamit valamiért van, és hát azért a NATO keleti bővítése egy óriási nagy jelentőségű dolog. Nyilván óriási nagy jelentőségű dolgot kell érte, hogy ne történjen meg, azért is óriási nagy jelentőségű dolgot kell érte cserébe adni. Az oroszok ezt megadták, tehát az oroszok megadták az engedélyt Németország újra egyesítésére, ami nem kis dolog volt. 50 év után, vagy 40 akárhány év után Németországot újra egyesíteni nem veszélytelen, abszolút nem veszélytelen. Látjuk azt, hogy például most a legutóbbi német kormánynak a leírt deklarációja az a most megalakult német kormánynak, hogy egy föderális, egységes Európát képzelnek el német vezetéssel. Közben az már nem kerül belőle. És ezt leírták. A jelenlegi német kormány leírta, mikor megalakult, hogy a cél egy közös föderális Európa német vezetéssel. Ezt már kétszer megpróbálták az elmúlt évszázadban, mind a kétszer embermilliók haltak bele. Ugye ezt tudjuk. Nem is kevés. Úgyhogy nagyon nem kerül mi ebből a német vezetési föderális Európából. Tehát nem volt veszélytelen az, hogy egyesítették Németországot újra. Az oroszok belementek, cserébe leírva ugyan nem, de kétszer szóban kaptak róla megerősítést. Egyszer Berlinben volt valami Sevárnedze, és nem tudom, ki volt akkor kancellár Németországban. Kancellár, de minden lényeg az, hogy kaptak róla meg, hogy úgy, hogy egyetlen egy hüvelyknyit sem fog a NATO keletre venni, amennyiben belemennek a német egyesítésbe. Utána pedig volt egy másik találkozó Moszkvában, Gorbacsov, és Gorbacsov és hát valami NATO vezető között, és az is megerősítette, mondom, tárgyalás alapján, és utána ez felrúgta, NATO ezt felrúgta, egy az egyben felrúgta, azt mondták, hogy nincs leírva, nem számít, lehet gondolkodni rajta ezeken azért is, de lehet ezeken gondolkodni ezeken a dolgokon. Ugye a nagy nyugati legenda, hogy hát azt. Egy készforrás egy szerződéssel felér nyugaton, ugye ismerjük ezt a hülye ostoba legendákat, az sem igaz, amit érdeznek. Tapasztalatból mondom, saját személyes tapasztalatból mondom, 10 év tapasztalata mondom, az sem igaz, amit érdeznek. nem, hogy egy készforrás, meg egy szerződés, meg stb. Hagyjuk már. Mert amit megígérnek, nem számít. Semmit nem számít. Na mindegy. Lényeg a lényeg, hogy a NATO felrúgta ezt az egyezményt, és adandó alkalommal már nyomta is a rakétáikat be Romániában, most Norvégiába,
a svédek már mostan, a svédek most csoportosítanak át valami szigetre haderőt, mert félnek egy orosz támadástól, hiszen Oroszországban már egy megelőző csapáson gondolkodnak. Hogy oda basznak a NATO-nak, akár Norvég, akár Svédországban, valami rakéta támaszpontra, mert ja, és hát mivel felbégázták az ukránokat, ugye tudjuk milyen következményekkel járt, megígérték az ukránoknak, hogy ők a NATO tagjai lehetnek. Ha NATO tag lenne Ukrajna, 400 km lenne Moszkvától, lehetne Moszkvától NATO támaszpont, 400 km, ezt semmiképpen nem fogják engedni az oroszok. Úgyhogy itt most egy nagyon-nagyon kemény, azt kell mondanom, hogy rosszabb a helyzet, mint a hidegháború, amikor volt. A felszín alatt lappalnak a dolgok, meg nagyon alatta mennek, nincs annyira hangsúlyozva a médiában. Azért nincs hangsúlyozva a médiában, mert ellenkező előjellel megy a dolog. Tehát ugye a nyugat az agresszor most jelen esetben, a nyugat az agresszor, és ezért a média ezt nem nagyon tudja védeni. Hiszen mivel magyarázza a nyugat a nyomulást Oroszország felé, a NATO nyomulását, mivel magyarázza Oroszország felé, hiszen az oroszok semmit nem tesznek. Hol agresszorok az oroszok? Hol? Tessék megmondani, hogy a világnak melyik részén agresszorok az oroszok. Mert tudom, ma sehol. Na. Amíg a NATO, meg vagy a nyugat be nem kevert Ukrajnában, eszében nem volt Oroszországnak az ukrajnai a krímet visszacsatolni. Eszében nem volt. Meg az ott levő orosz nemzetiséget. Eszében nem volt. Amikor veszélyeztetve érezte magát, mert az orosz nemzetiségieket, abban a pillanatban lépett. Na mindegy. Minden lényeg a lényeg, hogy ezen kell egy kicsit elgondolkodni. Ugye mekkora felháborodás volt mindenki, hát az idősebbek emlékeznek rá, a kubai rakétaválság. Ugye a harmadik világháború majdnem kitört akkor, amikor Kennedy volt az elnök, és odavitték atomrakétákat vittek el Kubába, akartak vinni Kubába az oroszok. Nyilván az ugye hát közel volt New York Kubához, Kuba orosz csatlós volt, és egy blokkádot vontak az amerikai tenger, az amerikai tengerészet, egy blokkádot vont Kuba köré, hogy az oroszok ne tudjanak bemenni a hajóikkal. Nagyon-nagyon közel volt az a harmadik világháború. Kennedynek végül is sikerült ezt megoldani, és az oroszok elvitték a rakétáikat vissza Oroszországba, Szovjetunióba pontosabban. Ez volt a kubai rakétaválság. Iszonyatosan közel volt a harmadik világháború. Pusztán azért, mert az oroszok közel akarták telepíteni az atomrakétáikat amerikai területhez. Most ugyanez van fordítva. Akkor a világ sajtója tele volt vele az orosz agresszióval, érdekes módon most nincsen tele a NATO agresszióval, a sajtó. Ez szót nem szól. Hol olvastok ti olyat, hogy milyen indokkal telepítik például Romániában rakétáikat, Norvégiában rakétáikat? Mi az indok? Kérdem én. A NATO keleti bővítésére, amire megígérték, ugyan mondom, csak szóba ugyan, de megígérték, hogy nem lesz keleti bővítés, egyetlen egy indokot tessék elmondani nekem. Egyetlen egy indokot. Hogy mi indokolja azt, hogy a NATO keleti bővítését. Hát a NATO létét sem indokolja semmi, hiszen nincs varsói szerződés már. Tehát nincs már varsói szerződés. Mi indokolja a NATO-nak a létét? Ugye? Nincs már varsói szerződés. Összszocialista, összkelet-európai, összkommunista hadsereg nincs már. Összkapitalista hadsereg van, úgy hívják NATO. Na, szóval egy kicsit ezzel el kellene gondolkodni.
mielőtt valaki beszopja meg, mint mondom, az újságoknak a hülyeségeit. De mondom, lehet vitatkozni velem, mondjon nekem valaki egyetlen egy indokot, ami ok arra, hogy a NATO rakétára telepítse Romániába, Norvégiába, adott esetben, ha sikerült volna nekik a helyzet, akkor mondjuk Ukrajnába. Egy okot mondjon nekem valaki. Hol nyomul az orosz? Hol agresszor az orosz hadsereg most jelenleg? Sehol. Az ukrajnai helyzet az nem agresszió, véletlenül sem. Véletlenül sem. Az válasz. Az válasz. Az nem agresszió, az válasz. Nem Oroszország kezdte el az ukránokat belevinni ebbe a baromságba. A nyugati nyitásba, meg a NATO-hoz való csatlakozás ígéretében, meg stb. Stb. Ezt nem az orosz kezdte el. Tehát innét kellett kicsit elgondolni a dolgokon. De mondom, nyitott vagyok a vitára, tessék mondani. Tessék mondani az indokot. Mert ha megnézed a világtörténelmet, akkor Európában nem az orosztól kell félni, hanem inkább a némettől. Churchill mondta szintén azt, hogy Németországba 50 évente be kell vonulni és le kell rombolni a földig. Még utóbb igaza lesz. Churchill látnok volt egyébként is, még utóbb igaza lesz. Tényleg 50 évente be kell vonulni Németországba és porig rombolni. Aztán megint nyugalom van 50 évig. Aztán megint nyugalom van 50 évig. Németország Európa fő tűzfészke, ugye, bebizonyosodott már számtalanszor. Nem is a múlt századról, ez előtte való évszázadról is. Európa tűzfészke. Na, érdekes, hogy őket nem tekintik agresszornak. Ugyan miért nem? Már két világháborút robbantottak ki. Népeket írtottak ki. Ők miért nem agresszorok? Mert mondhatod ugyanezt a Szovjetunióra is, egyébként, hogy hány ember, Sztálin alatt hány ember halt meg, sokkal több, mint mondjuk esetleg a világháború alatt, nem tudom ezt pontos számokat, igen, de azok a saját emberei voltak. Nem ment el Magyarországra, nem ment el a Európába, nem ment el Franciaországba, nem ment el Belgiumba, nem kiáltott ki népcsoportokat alsóbrendűnek, ugye? A saját országában megtette, ami a nagyon sajnálatos módon Sztálinnak az őrülete végig söpört annak idején a Szovjetunión, ez sok 10 millió ember életébe került. De az egy országon belül volt. A németek nem elégedtek meg avval, hogy a saját országon belül izmozzanak. Ők letarolták Európát kétszer. Na. Ugye? Csak kicsit kellene belegondolni ezekbe a dolgokba, egy kicsit kellene a sorok között olvasni. Csak egy kicsit kellene a propagandát nem elhinni. Egy kicsit. Csak egy kicsit kellene ezekbe a dolgokba belegondolni. Hogy mi miért van. Persze, hát könnyű azt elintézni, hogy hát itt osztod az észt, ja. Jó, oké, rendben, osztom az észt. Még egyszer felteszem a kérdést, miért, mi az indoka a NATO keleti nyomulásának? Mi az indoka? Ki az agresszor, és mivel bizonyította be, vagy mivel lett agresszor? Na.
ugyanakkor a németet nem agresszor, dehogy is, de nem. Hát a németet nem, az kultúrnép. Láttuk, milyen kultúrnép. Bebizonyosodott már, hogy a német az mennyire kultúrnép. Ugye? Az már bebizonyosodott. Hagyjuk már ezt a hülyeséget. Hagyjuk már. Minden olyan európai nép, amely egy kicsit is nagynak érezte magát, az végig söpört már Európán. A napóleoni Franciaországgal kezdve a náci Németországig. Mindegyik baromi nagynak és erősnek érezte magát, el is akarta foglalni, le is akarta tarolni Európát. Napóleon és Hitler is. Egyiknek sem sikerült. És mindegyik az oroszlanokat fent. Ez is el kell gondolod egy kicsit. Mindegyiknek az oroszba tölt bele a foga. Mindegyiknek. De az orosz az agresszor. Az orosz az agresszor. Ugye? Az orosz az agresszor. Igen. Ez tudjátok, milyen ez. Minden nő kurva, aki nem feszik le velem. Ez a logika ugyanaz. Akit nem sikerül legyőzni, az agresszor. Akit nem sikerül legyőzni. Minden, aki nem feszik le velem, mint kurva. Ez körülbelül ugyanaz az eszmefuttatás. Körülbelül ugyanaz az eszmefuttatás. Igen. Na, tegyük meg ma is, rakom ezt a ízét, ezt a konténert rakom be, a vasat a konténerbe. A nagy gép meg elkezdte verni az alapot. Én most mondom előre, hogy itt lehet, hogy nekem is kell majd az alapot verni, nem tudom, de aki itt fogja az alapot verni, ennek az épületnek az alapját, az oda fog fosni, húgyozni melléje. Ezt most mondom. Ezt most borítékolom. Ezt most borítékolom. Oda fog fosni, húgyozni melléje. Nem is tudom, hogy fogják ezt szétvenni, ezt az egybefüggő, két méter vastag, kék betonból összeállt, egybefüggő, vagy 30 méter hosszú, 15 méter széles, 2 méter vastag alapot. Nem is tudom, hogy fogják. Fogalmam sincs. Itt van a nagy gépek, de ezek kevesek lesznek hozzá. Szóval most mondom. Ezek a 36 tonnás gépek túl kicsit lesznek ahhoz, hogy ezt szétvegyék ezt az alapot. Puh. Na, hát csak ennyit akartam mondani hirtelenében reggel első felindulásból. Aztán majd meglátjuk lesz. Majd meglátjuk, mi lesz. Na.
Thank you.
Hát ennyi egyelőre. Kérlek szépen, már beszéltem róla annak idején, hogy mikor kijöttünk ide, hát ugye hát 3 hónapig nem dolgoztam, vizsgákra kellett tenni, stb. Stb. Nagyon jól elegeztve nem voltam pénzzel, és akkor csináltam egy, vagy kitaláltam, hogy nagyon olcsó vacsorát, ami nagyon finom, hús, paradicsomos húsdolyók, egy konzerv, paradicsomos bab, egy másik konzerv és kótgolyó, ami egy fasírt, egy tojásra a közepén. Ez egy kiváló vacsora volt abban az időben, 1,5 font volt a 3 összesen. Most már kicsit több, 2 azt hiszem, hát igen, igen. Még a húsdolyók mindig olyan 50 penny körül van. 2 valamennyi mostan egy ilyen összeállítást. Most ebből hoztam egy részletet, sajnos nem tudtam mindent, mert húsdó nem volt. De egy olyan paradicsomos babot hoztam, skótgolyóval, amiben ilyen virsli rudacskák vannak. Kérem szépen. Ez így néz ki, majdnem. Hát a húsgolyót most nincsen. Azért nincsen, mert a Lidlibe hiányzik a paradicsomos húsgolyó. Helyett ilyen gravy szószban lévő húsgolyó van, ami elég határszar. Én a paradicsomosat szeretem. Így aztán helyette csak a babot hoztam. Kérem szépen, így néz ki ez a történet. Na. Így. Ez így néz ki. Mai napig egyébként ez annyira bevált annak idén az étel. De mai napig minden héten egy vacsorát be applikálok egy ilyenből. Egy ilyen húsgolyós, kódolyós babos vacsorát. És most már nem azért, mert olcsó, hanem azért, mert finom. És hát a finom. Akkor miért ne? Jó, nyilván ebbe a fasírba körülbelül annyi hús van, mint egy 6 holdas rózsakertbe. Valószínűleg szója az egész. De finom. Jó, már erre sikerült.
előttem a kolléga felütötte az aljzatbetont, ami az alap fölött van. Aztán ezt már le kell szedni, és utána jön az igazi alap, ami a szopatós lesz. Máma pedig otthon sült húrk lesz, úgyhogy holnap lehet, hogy húrkát adok. Igazi sváb zsömlés húrkát, nincs benne rizs. Úgy szeretjük. Valaki írtam útra, hogy nem szeret a véres húrkát, mert olyan száraz. Azért száraz, barátom, mert a véres húrkák készítésének kétféle módja van. Az egyikben, hogy megsütik a húrkát, ledarálják, megsütik a vért, ledarálják a vért, és úgy teszik bele a véres húrkába. És az egészet abálják mondjuk egy percig. Éppen csak megmutatják neki az forró vizet. Nyilván azért, mert ugye minden meg van benne főve. Tehát a húrka összes alkatrésze meg van benne főve, a vér meg van sütve. Abbálásnak sok értelme nincsen. Viszont olyan lesz a véres húrka, mint a fűrészpor. Az a helyzet. Mi úgy csináljuk, hogy nyers vért teszünk bele. Amikor a disznót megszúrom, akkor ugye beleegyedik a vért egy tálba. És ott kevergetni kell, hogy menne alvadjon. Hentesenek van egy ilyen fehér polit, be szoktak tenni. Ilyen alvadászsátló. Vagy pedig kevergetni kell, mondom. Na minden lényeg a lényeg, hogyha nyersen tesszük bele a vért, akkor viszont sokáig kell abálni, hiszen a vért meg kell főzni. Anyám volt egy nagy mester az abálásnak. Ő pontosan tudta, milyen hőfokról és meddig kell abálni. És akkor nem lett a vér megfőz benne, és nem lett ilyen fűrészporszerű. Húha, ez finom.
Vonalat elmosuk. Előveszik a másik összeállót. Lengyel talán, Podravka. Lengyel vagy román? Csipke bogyó rekvár. Román talán nem. Podravka. Nem tudom, hogy te csinálta. Koszovó! A kurvanyát! Koszovó! Republika Koszovesz. A kurva élet, Koszovóból is hoznak ide kaját. Ide mindenhol, basszátok meg, a világnak nincs olyan tája, ahonnét ide ne hoznának valamilyen kaját. A Szváziföldtől kezdve Új-Zélandig ide mindenhonnan hoznak kaját. Mindenhonnan, de frankó. Koszovói. Kellett volna egy kis vaj, de nincs vaj. Vaj az nincs. Kérem szépen, a csirke bogyó lekvár. Az, amennyiben jó és valóban csirkebogyóból van, az a lekvár a királya. Nincs jobb lekvár a csirkebogyó lekvárnál. Különösen nehéz elkészíteni, mert
ilyen szőrszita kell hozzá, mert a faszom tudja mindenféle jár, mert leszedni is nehéz. Ugye? A puha húst nehéz szétválasztani a magtól és a szőrtől. Ugye? Szóval nehéz a csipke vagy a legfelebb mondom megcsinálni. Viszont a világ legfinom lekvárja van belőle. A világ legfinom lekvárja. Ehhez mérhető egy jó minőségű csipke vagy a lekvár, mérni semmit nem lehet. Tehát szeretem például ezt a szoktam egy koncába ilyen G-food szeletek vannak ilyen koncába ilyen nagyon finom G-food szeletek, mert a G-food szeletekről ez a keserű héj le van szedve. Le van szedve róla. És a G-food az Sváziföldről származik. Sváziföld az egy ilyen gyakorlatilag az ősi körülmények között élő kis királyság, ott Dél-Afrika keleti részén valahol, kicsit kis terület. Maradjunk annyiban, hogy nem akarok belegondolni, hogy a sváziföldi asszonyok kézzel hogyan hántják le a minden egyes grapefruit gerezdről a hártyát. Nem akarok belegondolni.
Hát minden ország kereskedik Angliával, és most pláne, hogy ugye most, hogy a Brexit van, szépen elhúzták a kilépést addig, amíg megkötöttek különböző kereskedelmi egyezményeket, nem EU-s országokkal. Tereza Maynek azóta feladata, minél jobban elhúzza a tárgyalásokat, hogy a háttérben az angolok meg tudják kötni a kereskedelmi szerződéseket. Például Koszovóval, például Japánnal, stb. Ázsiai országokkal, Amerikával, Kanadával. Minden olyan ország, hogy nem EU-s, pótolják az EU-s importot. Aztán kezdve megkötötték a szerződéseket, akkor jött Johnson, aki azt mondta, hogy na, akkor most én megkiléptettem az országot nagyon rövid idő alatt az EU-ból. Ez meg is történt. És mindenki happy. Minden ellenkező híreszteléssel szemben. Hát az EU nem annyira. De az már le van szarva. Húha, de jól laktam. Na. Ennyi.